Brexit 2007 végén alakult az ex-neokrómos Peter Dimaniak kezdeményezésére. Az első fél év intenzív próbái megszülettek az első saját death metal számok, valamint feldolgozások is helyet kaptak a repertoárban. A banda azonban akkor még egészen más felállású volt, mint most. Igazából szerintem felesleges lenne belemenni, hogy mennyit változott, mert elég sokat, ugyebár egy úgymond alakuló zenekarnál azért sok a tagcsere. Itt is így volt, és hát jó pár ember megfordult a zenekarba. Gyakorlatilag a koncertek ezt nem sínlették, meg folyamatosan koncerteztünk az elmúlt 3-4 évben, és mostanra állt össze, mostanra fort össze, úgy gondolom, egy végleges felállás, ami hát ugye sosem mondta soha, de remélem, hogy sokáig így fog maradni. Nagyjából ennyi, de ezt már mondtam sokszor, tehát így majd meglátjuk idővel. Most egyelőre úgy néz ki, hogy így fix a dolog. Közönség előtt először 2008 végén mutatkozott be a banda. A fogadtatás azonban a műfai sajátosságok miatt igen vegyes volt. Ez egy nagyon szűk réteg műfaj, ugye nem érint a túl sok embert, a média nem nyomja igazából, és azért a 90-es években jobban pörgött a dolog, tehát többen bejárt a bulikra, nem volt internet, ugyebár nem voltak ennyire ellátva információval, és hát akkor egy szélesebb réteget ölelt át ez a dolog. De mondjuk azért manapság is az igazi rajongókat vonzott, tehát underground szinten jól megy a dolog. Mint mondottam, ez változik, 2-3 évente jön egy új generáció, és akkor látom, hogy felfedezik maguknak a dolgot, és akkor így mindig többen vannak. Az Ingersoll 2010-ben hozta ki első CD-jét, az 5 számot tartalmazó angol nyelvű First Seeds című albumot. A banda azóta készült újabb számai azonban már jóval komplexebbekre sikerültek az eddigi tételeknél. A Dawn of a New Kingdom kislemez idén áprilisban jelent meg. A másik CD-t egy gyakorlatilag teljesen más felállás rögzítette, ráadásul az nem egy komplex, nem egy kimondó stúdió munka volt, hanem egy ilyen gyakorlatilag élőben felvett anyag, aminek azért van hangulata, én azért szeretem. És hát meglepően elég kedvező volt a fogadtatása, bár egy hirtelen ötlettől vezérelve vettük fel.
az új az már egy elég hosszú stúdiózás folyamán született, eléggé átgondolt munka alapján. Tavaly kora ősszel kezdtük el a munkákat, és hát nemrégen fejeződtek be, tehát úgy nem siettük el. Viszont így hát elég sok időbe telt így kidolgozni a borítót, ugye felvenni az anyagot, keverni, stb. És hát ezen most már így mondhatom, hogy a mi szempontunkból egy kiforrott anyag található, még az első inkább csak egy ilyen útkereső jellegű. A zenekar jelenleg kiadót keres, és ezzel egy időben egy bemutatkozó videóklip elkészítése is napirenden van. A cél a külföldi bemutatkozás. Igazából már nagyjából csak erre megyünk rá, hogy külföldi területre ki tudjunk törni, hiszen Magyarországon nagyon kevés az a lehetősége egy magunkfajta zenekarnak. Tehát nem nagyon van meg az infrastruktúrája, és nem nagyon van meg a kiadói háttere, mi külföldön rengeteg kiadó foglalkozik az ilyen zenékkel, és szerintem most már a magyar bandák 80%-ánál ez a cél minimum, főleg akik ugye nem magyarul énekelnek. A kérdés másik fele, hogy hova hívnak, hova megyünk, hát inkább megyünk egyelőre, bár azért sok helyre szerencsére már hívnak, de inkább, mint említettem, visszaelvezzük magunknak a dolgokat, és igyekszünk minél több helyre eljutni, ahová el tudunk saját erőből. Remélem ez azért változni fog, mármint hogy több helyre fognak hívni a jövőbe, és találunk egy komolyabb külföldi menedzsmentet, vagy nagy isten kiadó, tehát ez lenne a legjobb, egy komoly szintlépés. Köszönjük a szükséget, a színjelünk!